kirakózni nem csak a legkisebbek szeretnek. Ezek a középiskolások is örömmel illeszgették egymáshoz a puzzle darabjait a megyeháza dísztermében. A játékkincstár elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásra épülő verseny második fordulójában képviselték iskolájukat, összesen 5 intézményt a megyéből. Ezelőbb az első körben az idén megújult online játékban kellett próbára tenni tudásukat. Többfajta feladatot is kellett megoldani ugye telefonon ezen a mobil applikáción keresztül. Ilyenek voltak, hogy kirakós, vagy fel kellett ismerni különböző régi címleteket, érméket, vagy az állampapír típusokhoz voltak különböző igaz-hamis kérdések, illetve hasonlók. A Magyar Államkincstár applikációjának és a versenynek is a célja pénzügyi alapfogalmak játékos formában való megismertetése a fiatalokkal. Nem nagy lexikális tudás, inkább csak a legfontosabb fogalmak átadása nekik. Emellett, mint a szervezet pénzforgalmi elnök helyettese fogalmazott, egy önző céljuk is van vele. A kincstár állampapír forgalmazását szeretnék népszerűsíteni, másrészt pedig magát a kincstárt, amelyik, mint az állam alapvető kifizető intézménye, lényegében minden állampolgárral kapcsolatba kerül a csecsemőkortól az életünk végéig, hiszen az életkezdési támogatást is a kincstár folyosítja, és a nyugdíjat is a kincstár folyosítja, és ami közben van, családtámogatás, stb., az is mind a kincstár munkája, hogy ez odaérjen az ügyfelek, az állampolgárok felé. Az első részen, amit az államok fizetik el, igen, és ezt nyilatkozatként továbbítani kell a lapot. Igen. Az activity jellegű játékokban körülírniuk és elmutogatniuk kellett a fiataloknak egy-egy pénzügyi fogalmat, mint például az adóbevallás vagy a felhalmozott kamat. Voltak emellett memória és igaz-hamis feladatok is. Nem csoda, hogy jó hangulatban sok nevetéssel teltek a vetélkedő percei. Megnyitó beszédében a megyei közgyűlés elnöke azt emelte ki, hogy minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni a gyerekek tudatos pénzügyi felkészítését. Már akár óvodáskorban is a zseppénzzel is el lehet kezdeni, aztán a különböző nevelési folyamatokban, különböző fázisokban következetesen végig kell menni ezen a úton. Ugye a mi korosztályunknak, vagy az én generációmnak nem maradt olyan lehetősége, nem adatott meg olyan lehetősége, hogy különböző pénzügyi eszközökkel megismerkedjen, azzal való bánásmódot elsajátítsa, hiszen teljesen más gazdasági társadalmi körülmények között éltünk. Mai fiataloknak természetes kell, hogy legyen, hogy különböző befektetési formákat, legyen az életbiztosítás, kötvény, részvény, megismerjék és alkalmazni is tudják egész életük során a fenntartatóság jegyében. A megyei fordulók lebonyolítása júniusig tart, országos döntő megrendezése egyelőre nem szerepel az államkincstár tervei között.